terhünkre lótták, hogy mi nem tudjuk, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám, akik a leghallgatási jegyzőkönyvben szerepeltek, de igen, tudjuk, hogy ki. És az, akiről önök is tudnak. Hogy csak azt mondta, hogy tudják, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám. Erre már válaszoltak, hogy nézzük. Megtenné, hogy kimondja a teljes nevüket? Flóra? Add át a mikrofon, hogy köszönjük szépen. Ez azért nem kóla. Tisztelettel köszöntöm a fűgyész urat és a sajtó megjelent képviselőit. Átadám a szót fűgyész úrnak. Egy beismeréssel tartozom önöknek az agyáért. Egy kis kommunikációs csapdában vagyok. Az ügyészségnek egy töretlen gyakorlata az, hogy egy folyamatban lévő nyomozást a nyilvánosság előtt nem kommentál. Egyébként az ügyészségnek meg az a feladata, hogy a bíróság előtt immár nyilvános tárgyaláson a bizonyítékait hozza elő, mondja meg, kit mivel vádol, és bizonyítson. De a legnagyobb csapdában akkor éreztem magam, amikor ide lefelé jövet az egyik kollégám, aki egyébként az úgynevezett Sadl-Völner ügy nyomozásában részt vett. Azt kérdezte tőlem, hogy ugye főügyész úr, nem fogsz magyarázkodni amiatt, hogy ezen az ügyészségen rengeteg ügyész, nő és férfi éjt-nappal átéve dolgozva eljutatott egy ügyet olyan szintre, ahol egy olyan országgyűlési képviselő, aki a minisztert helyettesítő államtitkár, vádlott lett, továbbá egy végrehajtói kar elnöke, tehát egy hivatása ennek a első számú vezetője vádlott lett, az ügyészség súlyos korrupciós cselekményekkel vádolta, egy olyan ügyben, amelyre szerintem a világ legtöbb ügyészsége büszke lehetne. Előfordult ebben az ügyben, hogy hozzátartozók másnap hoztak be fehér neműt nekünk, azért, mert éjjel-nappal dolgoztunk. Ezek a férfiak és ezek a nők, ezek heroikus munkát végeztek. Úgyhogy én nem kívánok magyarázkodni, illetőleg esetlegesen azt kéne mondanom, hogy ennek a sajtótájékoztatónak azokról a férfiakról és a nőkről is kéne szólniuk, akik ezt a munkát elvégezték. Aminek kapcsán egyébként, miután közszereplőről van szó, el kell mondanom, hogy tegnap a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Varga Juditot tanúként hallgatta ki. Nem fogok arról többet mondani, hogy mit mondott. Ez a nyomozás érdekeit sérteni. Mert sok esetben nem megjelentek olyanok, hogy az ügyészség mit titkol el, meg mit húz ki, meg minden egyes adatnak nyomának kell, hogy legyen az aktában. Az olyan adatoknak is nyomuk van, hogy mi történt velük, mi lett a sorsuk, bizonyítékként föl lettek használva, vagy nem lettek fölhasználva. A vádirat azokat a tényeket tartalmazza, amit az ügyészség bizonyíthatónak ítélt, a tényállásokat, amivel vádolja a vádlottat, és azokat a bizonyítékokat, amit ezeket a tényeket alátámasztja. A lehallgatás nem úgy zajlik, hogy az én fülemben van egy fejhallgató, vagy fülhallgató. Ugye most a sajtótájékoztató nagyon is bajba lennék, ha így lenne, mert akkor ki kéne kapcsolnom, és akkor nem tudnám, hogy mi történik, hanem ezt a lehallgatást, ezt erre szakosodott szakemberek végzik. Volt egy olyan adat, ami szerint autókereskedésből kellett bizonyos autót elhozni, és hogy még pénz is volt a kesztyűtartóban. Igen, volt, észleltük, vizsgáltuk. Az, hogy valaki egy autókereskedéssel jó kapcsolatban van, és segít másoknak abban, hogy ilyen vagy olyan használt autót szerezzenek, ez a mi tudomásunk szerint nem bűncselekmény. Terhünkre lótták, hogy mi nem tudjuk, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám, akik a leghallgatási jegyzőkönyvben szerepeltek, de igen, tudjuk, hogy ki. És az, akiről önök is tudnak. Ez a lehallgatási anyagban egy vállalkozó beszél az egyik vádlottal, tehát nem a megjelölt személyekről, és így kvázi dicsekednek neki, elmondja, hogy milyen üzleti tervei vannak. Ugye itt volt mindenféle 10-20 vagy akár 30 év, 5 évről szóló üzletről egyeztetés.
vizsgáltuk. Semmilyen 25, 10, 20 vagy 35 éves üzletről mi nem találtunk nyomot. A volt igazságügyi miniszter teljes természetességgel beszél arról, hogy a miniszterelnöki kabinettirodából Rogán Antalék, illetve hát, hogy az ő igazságügyi minisztériumából is bejártak az ügyészségre, és bizonyos részeket, amik nekik nem tetszettek, kihúzattak. Kinek kellene ezt a független vizsgálatot elvégezni az ügyészséggel szemben, hogy kiderüljön, hogy volt-e ilyen? Lehetséges lenne ellenőrizni egy ilyen befolyásolási kísérletet, vagy befolyásolást? Röviden ez a kérdés. Kinek? Hát ez az. Ki ellenőrzi az ügyészséget? Az ügyészeket, tehát bizonyos értelemben az ügyészeket, ügyészekkel szemben is ügyész nyomoz. Ez van a törvényben. Most én nem törvényalkotóként ülök itt, hanem törvényalkalmazóként. Tehát kérem, hogy arra ne kérjen engem, hogy azról filozofáljak, hogy kell-e módosítani a törvényt, vagy miképpen kell-e. Erre nekem nincs felhatalmazásom, nem is a feladatom. Ezen a hangfelvételen ugye az, hogy az ügyészség független, ez egy ilyen problémaként hangzik el Varga Judittól. Tehát, hogy akkor úgy kérdezem, hogy ilyen nyomás, vagy ilyen kísérleteket a kormányzati szervek felől, minisztériumok felől, ilyen kéréseket kaptak-e, tapasztaltak-e? Én most azért vagyok bajban, mert ha önnek most határozottan cáfolom, akkor az fog megjelenni, hogy folyik egy nyomozás, és én már előre megmondom, hogy mi az eredménye. Tehát én azt tudom mondani önnek, hogy folyik egy nyomozás. Ez a nyomozás egy tényfeltáró vizsgálat, amiben a eljárási szabályoknak megfelelően fognak a kollégáim tanukat kihallgatni, bizonyítékokat beszerezni. Ezek megint csak benne lesznek az ügy irataiba. Varga Judit beszélt arról a hangfelvételen, hogy Rogán Antalék kihúzották magukat az iratokból, hogy a munkatársai megnézik az iratokat, és illetve az egyik munkatársa, Martonovics Detti, akit meg is neveztek, bemegy az ügyészségre. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan kommentálnál, megtörténtek ezek, amik Varga Judit akkor igazságügyi miniszterként beszélt, valóban járt a Martonovics Detti az ügyészségen. Nézze, ez megint egy folyamatban lévő nyomozás, ami a tényfeltárás van, tehát nem akarok prejudikálni. Annyit azért hadd mondjak el önnek, hogy minket egy külsős őrzővédő szerv véd, akiknek kötelezés az, hogy beírják azt, hogyha külsős ember itt van. Jó, ez, hogyha ennyit tudok mondani, akkor ha bejárt, ki fog derülni, ha nem járt benne, akkor is ki fog derülni. Van-e arra vonatkozó vizsgálat, nyomozás, hogy társszerveknél esetleg beleavatkozhattak a nyomozati iratokba, még mielőtt önökhöz kerülhetett volna? Ha társszerveknél beavatkoztak, akkor én nagyon remélem, hogy ez a folyamatban lévő nyomozás olyan tényeket fog kideríteni, amiből kiderül, hogy beavatkoztak, vagy nem avatkoztak be. És akkor nyilván eljárunk. Tényadatokból, nyomozási adatokból tudnak dolgozni, de azért azt kevesen tartják életszerűnek, hogy Salőr György hirtelen több millió forintnyi euróval egy olyan országba indul nyaralni, ahonnan nincsen Magyarországra kiadatás. Azt ki tudja elzárni, hogy az ügyészségről kaphatott információt arról, hogy ellene folyik ez az eljárás, nyomozás? Hadd válaszoljak úgy, hogyha akkor valaki ezt kiadta volna, akkor nagyon kitolt velünk. Tehát aznap éjszaka... Ez volt a cél, hogy kitoljon önökkel. Nagyon sok munkát tettünk bele, hogy ne jusson el. Tehát, igen, akkor most egy másikat, és akkor akartam egy másikat, akkor gyorsan el. Azt mondta, hogy tudják, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám. Erre már válaszolt, hogy megtenné, hogy ki mondja a teljes nevüket? Flóra? Add át a mikrofon, hogy köszönjük szépen. Ez azért nem korrekt. Volt nyomozás során, tehát ami már mondjuk a bíróság előtt, ott Rogán Antalt, Nagy Ádámot meghallgatták tanúként? Olyan, ami a bíróság előtt van, nem? Igen. Tehát itt a nyomozó ügyészségen Rogán Antal, Nagy Ádám, Gulyás Gergely. Nem járt.
Már nem. Ezzel összefüggésben persze. Nem járt. Völner Pál és vagy Sadő György tudomást szereztetett arról, hogy nyomozza ez zajlik ellenük? Hogy, bocsánat? Völner Pál és vagy Sadő György tudomást szereztetett arról, hogy nyomozza ez zajlik ellenük? Ugye az úgy jelent meg, hogy a reptéren a rendőrség vette őrizetbe, de igazából a ügyészség vette őrizetbe, szerintem tudomásot szerzett róla, amikor őrizetbe vettük. De előtte nem? Pont ez a nyomozásnak, a folyamatban lévő nyomozásnak, mint mondtam, ugye van egy ilyenfajta állítása is, ami egy állítás, ez egy tényfeltárás történik most. Értem, ennek a végén majd őket tájékoztatjuk. Viszont az eredeti ügyben nem volt erre vonatkozó gyanúja az ügyészségnek, hogy valahol mégis idő előtt tudomást szereztek az érintettek a nyomozásról? Mondom, most ebben egy nyomozás folyik. November 3-án, 2021. november 3-án és november 4-én nem szerepel a leíratokban sem Völner Pálnak, sem Sadő Györgynek egyetlen egy telefonbeszélgetése sem. November 4-én Sadő György lerázta azokat a nyomozókat, akik az ő követésével voltak megbízva. November 3-án pedig volt egy telefonbeszélgetés a két érintett között, amiben nagyon erősen azt lehet érezni, hogy megváltozik a kettejük viszonya. Ez akkor, amikor ez az ügy folyt, tehát nem a mostani, hanem amikor ez az ügy folyt, nem szúrt szemet az ügyészeknek? Nagyon erősen azt lehet érezni, ez természetesen az ön szakmájának a része. Tehát én ezt teljesen tisztában is. Köszönöm. Tehát tisztelem ezt én is tisztelem az. Én azzal tudok a bíróság elé állítani, amit a saját meggyőződésem szerint kétséget kizáró módon tudok bizonyítani.